Fölényes győzelmet aratott a kanizsai vadmacskák ese. A női amatőr NB1 zöld csoportjának ötödik fordulójában a szegedi kasárlabda egyletet fogadták a kanizsaiak. A Zsigmondi csarnokban rendezett mérkőzés első negyedes szorosnak bizonyult, a játék további részében azonban meg tudta őrizni vezető pozícióját a vadmacskák, így a végeredmény 89-43 lett. A kanizsai alakulat legközelebb Budapesten játszik a tfs -e ellen.